Mielőtt elkezded nézni ezt az interjút, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és támogasd a munkánkat a videó alatt található linkre kattintva. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm Varga Lászlót itt a Klik TV Mévisszín műsorában, a Szocialista Párt egyik helyettes vezetőjét, ha jól mondom, a elnök helyettes, igen, akkor jól mondtam. Egy mondat erejéig beszélünk arról, hogy várja a tisztújítást. Ez egy természetes folyamat a pártunk életében, két évente van tisztújítás, tehát várjuk, hát természetesen készülünk. De hogy most azért, ugye, azért az nem természetes, hogy lemond két társelnök. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a tisztújítás a lényeg, vagy nem kizárólag az a lényeg, ez egy erős közösség, nehéz időkben is erős közösség. Úgy döntöttünk, hogy a modern időknek megfelelő alapszabályt alkotunk, és egy program alapú tartalmi megújulás is ebben az időszakban meg fog történni, tehát nem személyi kérdésekről kell kizárólag beszélni, nyilván megvan annak is az ideje, de ilyen értelemben két kongresszussal készülünk, tehát szeptember végén lesz egy új kereteket meghatározó, szabályalkotó, tartalmi. De akkor az még nem a tisztújítás. Az még nem, az októberben. Uh-huh. Tehát egy két lépcsős folyamatról beszélünk. Az, hogy ki pályázik, vagy pályázni kell, ki akar ebben a részt venni. Nyilván arra fut ki a kérdésem, hogy Varga László akar ebben szerepet vállalni, vagy sem. Erre mi a válasza? Egyszerű. A tartalmi és szervezeti megújulás folyamatát el kell végezni, és ha ez egy sikeres és jó folyamat, egy csapatba szívesen dolgozom. Nem az a lényeg, hogy milyen konkrét titulusa van valakinek, vagy mi van egy névjegykártyára írva, hanem azt, hogy olyan irányba megyünk el, ami arról szól, hogy a magyar baloldalt megújítjuk és megyünk előre. Nyilván ez egy nehéz időszak, de néhány folyamat már nem várhat magára, én úgy gondolom. Baloldal nélkül pedig, erős baloldal nélkül pedig nem lehet a Fidesz kormányt leváltani. Nekünk ennek az alapjainak a megteremtése a feladatunk. Ehhez keresünk partnereket is, tehát nem gondoljuk, hogy ezt kizárólag nálunk van a bölcsekköve ebben a folyamatban. Én úgy gondolom, ki is kell nyitni a pártot. Tehát olyan modern eszközöket használ már a politika, a közélet, ami nem várathatnak magán. Egész más platformokon megy például. De mit jelent, hogy ki kell nyitni a pártot? Hát azt gondolom, hogy vitathatatlan, hogy a Szocialista Párt csapatai, közösségei vidéken alapjait képezték rengeteg önkormányzati sikernek. Tehát nagyon sok helyen, megyei jó városok, mint egy felében, de egyéb középvárosokban... Még most június 9-én is. Abszolút, sikeresen szerepelt számos politikusunk, közösségünk, helyben beléjük vetették a bizalmat. Én látom ezeket a folyamatokat, hogy a mai napig az MSZP bázisán zajlanak ezek az önkormányzati együttműködések elsősorban. Nyilván nagyon fontos elemei a civilek, egyéb pártok is, de az elmúlt 14 évben sok kritika érte az MSZP-t egyébként. Mégse sikerült ezt a fajta szervezettséget érdemben meghaladni a más ellenzéki pártnak. Én így látom. Nyilván én elfogult vagyok, de én így látom. Tehát erre a szervezettségre és a baloldali tradicionális értékekre szükség lesz. Egy együttműködő ellenzéknek is szükség lesz erre, nyilván 26-os választásra készülve. És egyébként számos politikusunk sikeres helyben, én azt gondolom, hogy ők nem megkerülhetők, még akkor is, hogyha az ellenzék hát új szereplőkkel is bővült, nem is akárhogy, nyilván ezt az átalakulást ezt látni kell, de együttműködve lehet leváltani a Fidesz, mi ebben nyitottak vagyunk, ezt többször elmondtuk. Tehát az önkoncepció sem különbözik attól, amit egyébként az MSZP általánosan képviselt, hogy igenis a jobb oldalal szemben egyfajta egységes baloldalnak, az egységet úgy értem, hogy vannak különbségek, politikai különbségek, de mégis a fellépésben egységes baloldalnak kell. Ma már azt látom, többről is van szó ennél, tehát azért nyilván nagyon sok színű az a Fidesz-szel szemben álló világ, ami, ezt el kell ismerni, ami elégedetlen az ország helyzetével. Mindig, amikor jövök, hát azt tudom mondani, egyre rosszabb a helyzet. Ugye itt volt egy elég komoly infláció, ami a jövedelmek egy jelentős részét megette itt az elmúlt két évben.
Ez átmenetileg csillapodni látszik, de most megint, mintha megindult volna, és nagyon rossz gazdasági növekedési kilátások jöttek ki, láttak napvilágot itt az elmúlt napokban, az ipari termelésre vonatkozóan különösen. A fogyasztás meg csak nem akar megindulni, tehát én úgy foglalnám össze, és számos ilyen dolgot is hozhatnék példaként, hogy a Fidesz nem egy valós képet festett fel az országra a 22 tavaszi választás idején, nem egy olyan állapotban mutatta az országot, ami a valóság volt. Ez recseg ropog, a közszolgáltatások elképesztően síralmas állapotban vannak, született egy döntés, ilyen európai parlamenti választáson is, vagy az önkormányzatok tekintetében is döntöttek valahogy az emberek, hogy kikkel szeretnék a következő 5 évet folytatni. És a Fidesz nem, hogy nyitottabb lenne, vagy próbálna változtatni, vagy megérteni az idők szavát, hanem úgy néz ki, hogy még bosszút is áll bizonyos önkormányzatokon, vagy bizonyos településeken, például Paks esetében is itt ugye tudható, hogy Heringes Anita, MSZP-s politikus társam nyert ott polgármesteri címet egy sokszínű együttműködés keretében, és hát azonnal elveszik akkor az atomerőmű iparűzési adóját a várostól. Van egyébként egy pozitív fejlemény is, ennek ezt nem tudom, mennyire értékelhetjük, hogy egy jelentős fideszes város polgármestere megszólalt, Becser Palkovics András, azért ő eddig is azt bizonyította polgármesterként, és nyilván ezért is választották meg lényegében zeneszóval újra, hogy hajlandó kilépni a fideszes keretek közül, de ennyire keményen nem fogalmazott még. Abszolút. Tehát ezt én is tapasztalom, most már egyre többen más hangot is megütnek ott. Hát különösen egy adóéven belül szól, az meg már elképesztő. Eleve döbbenetes a döntés, és szemben megy a választói akarattal. Igen, de ugye itt is az a baj, hogy egy jártutat próbált újra, illetve járni is a jártúton jár a Fidesz, hiszen Gödön ezt már megcsinálta. Igen. Minden további nélkül. És a társadalom lenyelte. És hát rossz hírek terjednek ebben a dologban, meg rossz félmondatok vannak bizonyos meghatározó fideszes politikusok részéről. Például Lázár János utalt rá itt még a kora nyáron, hogy az iparűzési adó rendszerét újra kell gondolni. Igen, hát most konkrétumok még így nincsenek, de ez egy nagyon fontos lába a magyar önkormányzatiságnak. Azért az elmúlt lassan másfél évtizedet kell értékelni, fokozatosan építette le az önkormányzatiságot a Fidesz Magyarországon. Vett el feladatokat, forrásokat az önkormányzatoktól, elsősorban az egészségügy oktatás területén. Most a legújabb fejlemények nyilván azt mutatják, hogy most már komplett közszolgáltató cégeket is, és itt nem kell haragudni adott esetben egy ellenzéki önkormányzatra, amikor sarokba szorítva úgy érzi, hogy ahhoz, hogy fönnmaradjon egy közszolgáltatás, az érdemes integrációban részt venniük. Szóval sok feladatot elvett az önkormányzatoktól Fidesz, még több forrást, és nagyon kevés szabad mozgásteret hagy a magyar önkormányzatoknak. Egyébként pont Cser Palkovics András utalt rá erre még korábban, hogy érdemes lenne az egészet újra gondolni. Tehát az önkormányzatoknál egy átfogó újra gondolást, hogy mit akar az önkormányzatisággal kezdeni Magyarország. Hát azt látjuk, hogy a Fidesz kormány mit akar, semmit, leépíti. Mi meg úgy gondoljuk, hogy a demokrácia védőbástya, és például közvetlen Európai Uniós forrás lehetőségeket is kéne biztosítani az önkormányzatoknak nagyobb számban. Ugye eddig az volt, hogy az önkormányzatoknak szánt pénzek is azért a kormányon keresztül érkeztek jelentős mértékben. Sok esetben. Az új Európai Parlament elképzelhető, az új Európai Uniós vezetés, ismerve magyarországi viszonyokat, hogy ebben sokkal felszabadítóbb lépéseket tesz, mármint az önkormányzatok számára? Hát én bizakodó vagyok ebben. Szerintem bármit lehet csinálni, amiben meg lehet állapodni, hogy működjön az Európai Unió. Nyilván fontosak reformok, változtatni kell bizonyos területeken. Szerintem ilyenek a forrás elosztási rendszerek is bizonyos szempontból. Vannak olyan dedikált források, amik fix nagyságrendben, például megyei jogú városokhoz rendelten érkeznének, a top pluszos forrásokra gondolok, amikben mondjuk a testületeknek, szakembereknek volt szerepe, hogy ezek a keretrendszerek létrejöjjenek. De hát ugye, amíg nincsen megállapodás átfogóan a források teljes volumenéről a 7 éves ciklus tekintetében, addig ez nehezen értelmezhető. Nem tudom, hogy mi lesz. Említett az előbb, hogy itt a Fidesz kormányzása alatt az elmúlt 15 évet, most már beszéltünk 15 év, mert áttekintve mondta, hogy a szolgáltatások egyre inkább silányosodnak el.
Hadd kérdezem meg, hogy, hogy a vonattal jött most? Most kivételesen nem, és ennek oka is van. Késed. igen. A dugó miatt. Ez a autópályás egyszerű. Budapesti dugó miatt. De hogy van elég tapasztalata egyébként ezzel együtt a MÁV-ról. Most ugye azt mondja, ez a megoldás, a magyar kormány, hogy ne ülj vonatra, mert meleg van. Hát ez egy elképesztő mondat volt egy felelős MÁV vezér szájából. Döbbenet, hogy ez elhangozhat. Ez tényleg a kánikula közepén, nem tudom, aki néz minket és nem hallotta, ez tényleg megtörtént, tehát ez nem egy ilyen szöveg a részünkről. Nem ajánlotta ilyen melegben a MÁV szerelvényei való utazást, mert hogy egyébként a legtöbb szerelvény nem alkalmas ilyen kánikulába való közlekedése. Egyébként itt is eltelt másfél évtized. Ez olyan értelemben összefügg, hogy Európa szerte, én úgy látom, hogy a 2008-as válság után költöttek rengeteg pénzt vasútfejlesztésre. Sok oka van ennek, a légi közlekedés alakul át, talán a piac minden hatóságába vetett hit egy kicsit megrendült, klíma problémák jönnek, és akkor el kell gondolkozni azon, itt az egész Európai Unióban, de hát az egész világon, hogy mik a legfenntarthatóbb, legkörnyezetkímélőbb, legolcsóbb közlekedési módok. Nyilván a tömegközlekedés olyan, és ezen belül a kötött pályás közlekedés meg nagyon is. És hát amíg tőlünk nyugatabbra fejlesztettek, de hogy más nem mondjam, a csehek is fejlesztettek, mi bezártunk 11 szárnyvonalat, hogy mi Magyarországon bezártak tavaly nyáron 11 szárnyvonalat, villamosítottat is például Nyíklátháza meg Tiszaújváros között, járműhiány miatt. Tehát elsősorban járműhiány, tulajdonképpen ezt bemondták, és nyilván itt a személyi közlekedést szüneteltetik rajta, ez a hivatalos terminológia. Addig máshol megfejlesztettek. Például a csehek lecserélték az összes motorvonatukat, itt szépen lassan, EU-s források bevonásával. Na most, ha ekkora gond van például a motorvonatok területén, akkor lehetne bevonni mondjuk akár használt szerelvényeket, lehet venni mondjuk olyan helyeken, ahol cseréltek jó állapotúakat, jobb állapotúakat, mint amilyen. Ehhez képest az elmúlt másfél évtizedben számtalan beszerzést mondtak vissza ebben a tekintetben, és a pályahálózat állapota is kritikus, mintegy fele lassú jellel ellátott. Tehát itt azért ez, és akkor kérdezte, hogy most hogy jöttem, mert akkor válaszok legyen, és valóban azért nem jöttem vonattal, bár régen rengeteget vonatoztam, most is vonatozok a tehetem. Voltam egy évig, volt olyan, hogy bérletes is voltam, és volt, hogy ötször is megjártam akár Budapestet, Miskolcot, tehát nyilván a szülővárosomat ilyen értelemben, kiszámíthatóbb volt. Tehát ez a baj szerintem, hogy kalkulálható kéne, hogy legyen, hogy mennyit késik. És hát ez a késés, ez amikor az ember időre megy, és tényleg fontos feladatai vannak, akkor én megértem a munkavállalókat, hogy sokan nem alapoznak most erre. Bár nyilván a megújult tarifarendszer, az, annak vannak részsikerei, hogy elismerjek ilyet is, de ebben a formában kiszámíthatatlan a vasúti közlekedés, változtatni kell. Lányom Bázelből jött vonattal haza, egészen Hegyesalamig tartotta az időt, átlépve a magyar határt, azonnal percenként megállt, némi túlzással, eltűntek a WC papírok, nem tudom, hogy mi történik. Végeredmény tekintve több mint egy órás késéssel érkezett meg, de csak a magyar szakaszon. Erről számolnak be a legtöbb helyen, és nyilván nagyon sokan próbálnak még ilyen körülmények között is közlekedni vonattal, és hihetetlen, tehát ez ilyen klímában, ami most van, tehát nyilván itt volt egy 3 hetes hőhullám, most megint egy hőhullám közepén vagyunk. Ha nincs megfelelően klimatizálva egy szerelvény, akkor elviselhetetlen, ez közeli tudom. A sinek sem bírják. Azok sem bírják meg föl, nyilván nagyon sokan cserére szorulnak, és csak úgy, mint az önkormányzatoknál, ott is el kell mondani, hogy mi a másik javaslat, és itt is el kell mondani. Tehát azért az látni kell, hogy például a helyreállítására forrásait elutasította első körben a kormány. Én emlékszem rá, ott ültünk, akkor a parlamentben képviselő voltam, hogy első körben igénybe se szerette volna venni a kormány ezeket a forrásokat, se a hitellábot, se a visszanemtérítendőt. És aztán nyilván uniós forrásokat. Hát a helyreállítási a COVID kapcsán. És például ilyen ügyeket is,
ezeknek egy részét kiválóan lehetett volna finanszírozni ezekből. De ugye kohéziós alapból, hogy más nem mondjak, tehát több ezer milliárd forintot lehetne EU-s forrásból elkölteni a Magyar Vasút fejlesztésére, ha egyébként a kormány végre megállapodást hozna tető alá az Európai Uniós intézményekkel. Most ugye túl vagyunk az EP választáson, indul az új bizottságnak a felállása. Ez lesz ebben a 5 évben vélhetően ez az összetétel, tehát azt gondolom, bár a bizottság tagjainak kiválasztása nyilván az még egy folyamat, de ezek között a keretek között kéne sikert elérnie. Magyarország és a magyar emberek érdekében a kormánynak ezeknek a forrásoknak a hazahozatalával, ha még nem képes rá, hogy jöjjön egy másik kormány, ugye mi régóta ezt mondjuk, ez történelmi bűn és elvesztegetett lehetőség szerintem, ha ezt nem teszi. Egy mondatot tényleg, mert elfutunk az időben, igen, mégis fontos. Mit szól a harmadik kerületi letartóztatásokhoz, gyanúsítgatásokhoz? Gondolom, hogy részleteit nem ismeri. Politika van mögötte, tartalom van mögötte. Én azt tudom mondani itt a tegnapi hírek kapcsán, hogy nagyon-nagyon szűkszavú közleményt láttam az ügyészségtől. Tehát én sajtóhíreket látok, ami elgondolkodtat, hogy hogyan informálódnak egyes orgánumok ilyen részletesen, amikor egyébként az ügyészség közleményei szűkszavúak. A másik az személyesebb, én ugye Kis László polgármesterről jött ez a hír tegnap. Voltunk egyszerre országgyűlési képviselők, én az ottani munkája alapján, meg amit láttam vele kapcsolatban, én utolsó között tudnék róla olyat elképzelni, hogy bármi köze van ilyen ügyhöz, és megilleti az ártatlanság vélelme. Tehát abban bízok, hogy azért ez egy tisztázható ügy lesz, és nem érinti a legtöbb gyanú árnyával sújtott szereplőt itt az elmúlt időszakban, és ilyen értemben remélem, hogy csak egy politikai témáról beszélünk. Hát, csak az is súlyos. Igen, sajnos igen. Nem szeretem az ilyen híreket, én se higgyel. Varga László, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Németh Péter vagyok. Bánó András vagyok. Bogyarák Anikó vagyok. Bolgár György vagyok. Gulyás Balázs vagyok. Lampi Ágnes vagyok. Az a kérésem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ha tetszettek a videóink, akkor lájkolják és osszák meg ezeket. Várjuk véleményeiket, hozzászólásaikat a videó alatt. Kérem, támogassák a Klik TV-t. Ezt megtehetik itt a YouTube-on szuper köszönet formájában, vagy a leírásban található linken keresztül. Nagyon szépen köszönjük az eddigi figyelmüket, és tartsanak velünk továbbra is.